Akkor szép estét kívánok mindenkinek, Varga Bálint vagyok, SkyWorld Community webináron. Ma 2021. december 16-a van, és most 20 órakor, és itt a Zoom linken. Úgy gondolom, hogy ez a konferencia is olyan 40 percig fog tartani, bár elég sok új információ van, de átmegyünk azt a minden heti információkat kicsit lerövidítem, amit már általában, aki hallgassa ezeket a konferenciákat tudja is, úgyhogy tudunk majd előre menni. Készül a felvétel, és ma este feltesszük a YouTube-ra. A cég alapító Anatoli Eduardovics Junicki, akit várunk most decemberben. Tegnap beszéltem a Solar Ferry-vel, és még mindig nem tudja, hogy mikor jön. Kérdeztem a januári találkozót, azt mondja, hogy szervezik, még pontosan majd megmondják a Sharjah-ba, ugye, emírségbe Dubai mellett, hogy melyik dátum lesz, és hogyan fogják azt megszervezni. És természetesen ez a, ugye a pandémia gondok, meg minden, de én gondolom, hogy nem lesz gond, mert simán mindenki Európából, ugye, legalábbis el tud menni Dubaiba, úgyhogy én gondolom valamikor január végén, ahogy megtudjuk, ugye akkor indulunk tovább, és akkor megszervezzük az utazást. A Skyway Hur technológia, ez egy különleges szállítási rendszer, ami kiküszöböli olyan problémákat, ami a hagyományos közlekedésben van, mint dugó a városokban, sok szerencsétlenség, kényelmetlen utazás. Én tudom, amikor régen mentünk vonattal le Splitbe vagy Sibenikbe, akkor 12 órát utaztunk a vonatba, és nagyon ritka volt olyan, hogy volt hely, hogy legyen fotel beülni, ülés, hanem álltunk 10-12 óra hosszát, és akkor volt olyan 4-5 centi széles, olyan, mint radiátor, ahol melegítette a vonat, azon kicsit üldögéltünk, és így, de fiatalok voltunk, és szuper volt, alig vártuk, hogy leérjünk a tengerre. Mikor leértünk, mindent elfelejtettük. De sajnos tudjuk a Indiában, hogy még most is mindenhogyan utaznak, és ez egy nagy gondot jelent az egész világban. Ez a technológia olyan megoldásokat ad a népnek, hogy olcsón, biztonságosan, gyorsan és kényelmesen elutazzon bárhova a világra. Még nem találták ki a Atlanti óceánt, hogy mennek át, de lehet, hogy egy 15-20 év múlva ott is lesz majd megoldás, de Európa, Ázsia, Afrika, ez össze lehet mindet kötni. Egy úgynevezett transnet, net az hálózat, amivel valaki beül, akkor be kell csak írni, mint a navigációba, hogy hova szeretne utazni, és az a unibike, vagy valamilyen kisebb jármű elvezet. Ezek a városiak meg vannak pontosan, milyen állomások, hova mennek, és nagyon gyorsan is, ahogy mondtam, kényelmesen, meg biztonságosan, ami legfontosabb, ugye, ma mindenki biztonságosan szeretne utazni. A Junicki Sting technológia az idén, ezt várjuk most a információt, úgy látszik, hogy három célprojektet írnak alá, vagy írtak alá, és ez azt jelenti, hogy már a startup fázisból átment a cég egy olyan fázisba, komerciális, ahol jön a cégnek jövedelem, és saját lábra áll. Úgyhogy
Én gondolom már jövőre a cégnek nagy bevétele lesz, és nem függ többet a kis befektetőktől, mert ilyen szép projekteket fognak majd építeni, és ahogy az idén elkezdték, a sárgyai 400 méterest, meg a 2,4 kilométeres mind a két pályát, jövőre ezt is befejezik, és még egy 10 új célprojektet el akarnak indítani, úgyhogy 10 és 15 célprojekt között lesz, ami alá lesz írva, megfinanszírozva, és építik. Mi, mint kis befektetők, már 2014 óta finanszírozzuk ezt a programot, ezt a technológiát. Eleinte az emberek, a befektetők több hányadékot kaptak, de nagyobb volt a rizikó, mert nem volt biztos, hogy sikerül. Mi most, aki most fektet be, kisebb a rizikó, de akkor is 20-szor, 30-szor, akár ilyen akciókkal 80-90-szer több pénzt, több értéket tudunk visszakapni. Ha eladjuk majd a részvényeinket a tőzsdén, ha nem, akkor ugye várható a hozam, mint osztalékba. A SkyWorld Community-n keresztül, mint cég, aki szervezi a finanszírozást, mi így jutottunk be ebbe a nagy korporációba, a Global Transport Investment, az az anyacég, és a Unitsky String Technológia a cégcsoport irányító cége. Van három holding, ERS és H1-es, 2-es, 3-as. Jövőre, már február-márciusban megtudjuk a negyedik holding, ami tokenizáció lesz, és tokenen keresztül, és be lehet majd fektetni. A netto éves jövedelemből, igen, profitból 80%-ot a cég visszaforgat, mint költség, meg új építkezések és a munkások kifizetésre, a 20%-ot meg ezeken a holdingon kifizent, mint osztalék, vagy ahogy angolul dividends, horvátul is dividenda. A 15 fázisba osztották el 2014-be ezt a technológiát, és most 14,2 fázisba vagyunk. Ezek a fázisok minden fázisba mutattak, gyűjtöttek általában olyan 25 millió dollárt, és minden fázisban kiépítettek valamit. Úgyhogy ez megvan a weboldalon, a mi webirodánkban dokumentálva, ha valakit ezt érdekli, akkor el tudja olvasni oroszul vagy angolul. Mi várjuk most a 15. fázist, mikor befejeződik mind a 15 fázis, akkor a cég készen áll arra, hogy kimenjen a tőzsdére is, hogy fizessen osztalékot. Sokat beszéltük erről a 15. fázisról. Itten van 4-5 opció. Az első opció, hogy menjen itt tovább, mint kisbefektetőkkel. Második opció csak egy része, hogy finanszírozzuk a kisbefektetők, mert a 15. fázisban azon kívül, hogy 25 millió dollárt össze kell nekik gyűjteni, még 230 millió dollárra van szükségük ugye a gyorspályára, és ha erre találnak nagy befektetőt, akkor van olyan lehetőség, hogy a 15. fázist egyszerűen lezárják. De van olyan opció is, hogy a 15. fázis az menni fog, de lehet, hogy nem a kis befektetőkkel, hanem csak a nagy befektetőkkel. Úgyhogy meglátjuk, mikor befejezik a 14. fázis, hogy mi lesz. A Vladimir Maslov az már két konferenciában mondta, meglátjátok, ha
aláírja Junicki már ezt a három projektet, és közli velünk, akkor a 15. fázis nagyon-nagyon gyorsan be fog fejeződni. Úgyhogy ők erre várnak, és kalkuláció megvan. Van ilyen 4-5-6 opció is, ha jól tudom. Ezt most nem tudjuk, hogy mi lesz majd. A Junicki és a csapatja fognak majd dönteni. A kriptovalutával belső befizetés, számla feltöltés, még holnap este 22 óráig van egy akció, az, aki először tölti fel, visszakapja az 5%-ot a bónusz számlájára, adnak egy ilyen kedvezményt. Úgyhogy, ha valakit ezt érdekli, és még nem fizetett be kriptovalutával akár mennyi összeget, de maximum $50 fizetnek vissza. Akkor most van új információ, négy esemény. Van a Step Up 2021-es részletfizetési csomagok visszaállítása. Ez különösen csak azoknak jelent, akik fizették ezt a csomagokat, és nem fizették végig ki, mert tudjátok, hogy a legutolsó részletben van az a bónuszok, amit csak akkor kapják, ha kifizették mind az utolsó részletet is. És ezt most fogják aktiválni. Akkor a részletfizetés csomagok törlési funkciója újraindul. A harmadik egy újévi Share New Year újévi akció 1.90 diszkonttal. Ez nem lesz most decemberben, hanem január, majd meglátjuk, 12-15-én fog indulni, és a negyedik a kuponrendszer új feltételei. Itten csökkentettek kicsit ezeken a kuponokon, amit nagyon sikeresen ugye használjuk, és ezeket a kuponokat mindenki megkapja, aki első vonalba direkt partnereik vásárolnak bizonyos összegben. Ezeket a kuponokat lehet ajándékozni, de csak közvetlen partnereknek. Menjünk akkor tovább. Ezek a kuponok, ami kétszeresek voltak, mától 1,5, a 1,5 meg 1,2-ször ennyire csökkennek. Ez azt jelenti, ha régen vettünk $1000, akkor 33 000 mondjuk rá részvényt kaptunk volna, most nem kapunk 66 ezeret, ugye, hanem a 33-nak a 16.500 részvényt kapunk pluszba. Úgyhogy most december 30-án változnak ezek a feltételek. Erre még van 2 hét, és a 1,1-es kupon 10%-on növeli, 1,2-20, és 1,5 a maximum 50%-kal növeli a befektetést, tulajdoni hányadokat. Második, a kuponok érvényessége megrövidül, és ideig 30 napig őrizték, ugye én is kaptam sok ilyen kupont, nem használtam mindet ki, és akkor egyszer csak 30 nap után odaírták, hogy lejárt. Na most ez 7 napig érvényes, úgyhogy 72 óráig van érvényben. Ha például valakinek ajándékozzuk, és marad 3 óra, akkor ő is csak 3 órát tudja ezt kihasználni. Erre kell majd figyelni. Ez a webirodában minden megvan, de csak ilyen egy kis magyarázatot szerettem volna mondani. A kuponokat a jövőben a bevonzott befektetésért és nem a struktúra forgalmáért írjuk jóvá. Ez azt jelenti,
hogy csak az első direkt közvetlen befektetőknek a volumenja számít, nem az egész struktúrának a forgalma. Úgyhogy ez is természetes, hogy ezek is csökkennek, mert közeledik a 15. fázis, ugye akkor sokkal kevesebb lesz a diszkont, amit kapunk. Ez egy jó diszkont lesz, ami január 15-én fog elindulni, és azok kapják meg ezt a lehetőséget, akik legalább 3000 dollárt, de egész január 1-től az idén, szóval egy év és 15 napon belül 3000 dollárral növekedett a partnereknél a befektetés. Vagy a 55 éves feletti felhasználók, azok is kapnak ilyen újévi akciót. Ha jól tudom, ezt a kupont, ezt az akciót bárkinek oda tudjuk ajándékozni. Úgyhogy ez egy nagyon magas diszkont, és örülök, hogy újból a cég tud adni még mindig ilyen késő fázisban ilyen diszkonokat. Akkor a Step Up részletfizetési csomagja visszaállításra került. December elején a Step Up részletfizetési csomag egy részlet nem befizetése miatt megállításra került. És ez azt jelenti, hogy fizettük a részleteket, nem fizettük be időben, és leállították. Na most ezek a csomagok újra vissza lettek állítva, és a hátralévő befizető tőke, ezáltal a projekt tulajdoni hányadai a maximális diszkontnak megfelelően váltak megszerzethőke. Még én kimondom, megyünk tovább. Ezek is egy új információk, valaki írt itt valamit. Mióta van a prémium számlán limit? Ezt nem tudom, szuporton meg lehet kérdezni, de az választ kaptuk, hogy ez a szabályt hozták, csak valamitán hanyod róla, ha eléri a... 900 darabot, igen, értem. Hát nem volt erről semmilyen tájékoztató, azért, mert ez... igen, de lehet kombinálni, szerintem, mert... akinek volt a prémium számlán, akkor a bónusz vagy a fő számlával lehetett kombinálni és venni csomagot. Én nekem nincs már, nem tudom, évek óta ezen a prémium számlán, úgyhogy nem tudom, és ritka, hogy találkozunk ezzel. A következő információ, a jelenleg az összes szükséges szerkezeti elemmel rendelkező városi személyszállítási komplexum létrehozása irányuló kutatás-fejlesztési munka nagy része befejeződött. A felüljáró drótsinekkel, ez a hűrsineket befejezték, különböző kapacitású gördőállomány, intelligens irányítási rendszer, ezt tudjátok, ez a mesterséges intelligencia, áramellátórendszer, bent vannak akkumulátorok is, úgyhogy több órák hosszát, de minimum 20 percet, de azt mondták, hogy a városit olyan 10-12 óra hosszára is tudnak menni akkumulátorral. Akkor befejezték a biztonsági és kommunikáció rendszert, és az infrastruktúrát, állomások, depó, vasútállomások, váltók, meg stb. Ugye? Akkor megvannak a műveletek, megváltozott a logo és az arculat elemei, ugye tudjuk, hogy ez a Unitsky String technológia. Ezt betették a Unitsky, ugye a vezeték neve, a string az a zsinór, ugye a hűr, és a technológia.
És ez egy ilyen angol elfogadható az egész világon, úgyhogy egy új logó. Elválasztották a befektetési márkától. Ezt legjobban azért választották el, mert sok ilyen, mikor tárgyalnak ilyen magas szintű miniszterekkel, vagy állammal, vagy bárki mással, akkor mindig megvannak azok a negatív dolgok, amik be voltak írva, valaki olyan nagyokat ígért, ugye ez nálunk is megtörtént a csoportban, és egyszerűen ilyen spamnek nevezték sok helyen, bár a Junickinak a munkáját, meg akár Sharjahba, vagy Marina Gorka a Minskbe, ugye ez mindig minden rendben volt, de mindig a befektetőkkel volt az interneten valami gond. És ezt a tükszél akarják most választani. Nem kell megijedni, nálunk valaki megijedt, akkor lehet, hogy nem kapjuk meg a részvényeket. Nem. Ez csak ilyen brander szél válasszák, hogy egy megy Junicki String technológia, nem használják többet a Skyway-t. A Skyway-el olyan gond is volt, hogy van sok ilyen hasonló cég, mint Skyway, ilyen nevezetű cég, és összehasonlították meg mindent, úgyhogy én szerintem ez nagyon jó, okos döntés, és most így mennek evel a új márkával, és így beszélték meg, és ez nekünk is, mint befektetőknek, meg a cégnek is csak jót jelent. Még néhány tény, most lépünk a piacra a városi utasszállító komplexunkkal, és előkészítik a terminálok és felüljárok számos műszaki megoldásának bevezetését és árufuvarozási piacon. Ugye tudjuk, hogy a kétfajta közlekedést indítanak most el, és akkor 2-3 év múlva akkor indul a gyors vonat, a gyors pálya, ami 500 km vagy 600-zal is tud menni. Most meg elindítsák a városit, meg a teherszállítást. A Junicki többször elmondta, hogy attól függetlenül, hogy folynak a próbamunkák, már elkezdtünk párhuzamosan kísérleti projekteket, vagy egy kísérleti projektet, valódi üzemi útvonal kiépítését. Azt jelenti, hogy ezt bárhogy már próbálkoznak, de már lehet kiépíteni. Na, ezt nem szabad elfelejteni, hogy megkapták azt a műbizonylati engedélyt, a certifikátokat, és meg tudják kapni az engedélyt, hogy üzembe indítsák az egészet. Ugye a megcélzett projekt a számát 2022 végére 10-re tervezik emelni. Akkor még ez is fontos, folyamatban van egy ilyen lineáris városi projekt kidolgozása, és ingatlan fejlesztésen keresztül történő városfejlesztés az új lineáris városi logikában egy nagyon költséghatékony platform a piacra lépéshez. Ez az a negyedik, a lineáris város, amilyen okos városokat is tudnak építeni. Megtudjuk ugye, hogy Szaúd-Arábiában, meg a környezet országokban is van rá igény, és nagyon nagy érdeklődés. A új fékrendszer a Junicki String technológia járművekben. Itten csak röviden egy olyan elektromos féket dolgoztak ki, ami jobban fékez, mikor gyorsabban megy a jármű, és ez nagyon nagy biztonságot és nagyon jó hirtelen fékezést biztosít, úgyhogy ez még plusz a biztonságra lehet mondani. A következő az, hogy a fiatalokat erősítsék meg a csapatunkban. Aláírtak egy együttműködési megállapodást
a Fehér Orosz Állami Műszaki Egyetemmel. És itten akarják kiképzelni a fiatal embereket, hogy szakemberek legyenek, és későbbiekben állandó munkások legyenek a Junicki String technológiába. Ami azt jelenti, hogy Junicki, mikor Minszben legutoljára voltunk, 2 évvel ezelőtt, akkor Marina Gorkába azt mondta, hogy 100 000 munkás lesz következő 10 évben ebbe a technológiába, és erre kell kiképezni az embereket. Még majd eszembe jött, a kolumbiai delegáció is volt a központban. Azt tudjuk, hogy minden héten majdnem valamilyen delegáció jön külön országokból. Megkapták ugye ezt a műbizonylatot, és még néhány hete még egy tanúsítvány, a ISO 9001, ez a minőség ellenőrzési tanúsítvány, ami eredetileg Németország jöze, ez a TÜV, de el van fogadva emírségbe is. Több mint 50 nemzetközi szabadalmak, rengeteg tanúsítvány, amit Marina Gorkában meg is lehet látni. A idén tervek szerint 3 szerződést kötnek célzott projektre, és további 10-et pedig 2022-re. Mi lesz a gyártással, a unibuszok és a felüljárók kiadásával? Azt mondja a Mászló, jelenleg a gyártás akár évi 10 000 unibuszt is képes legyártani. Igaz, néhány szabványosott követelmény teljesítéshez szükség lesz, és egy kicsit a terület bővítésére. Amit mondtunk, hogy egyelőre Fehér Oroszországban, de emírségbe is megvannak a tervek, hogy ott is legyen majd a gyártás. Úgyhogy a jövőre a 10 000-et le kell gyártani, ennyi nem lesz szüksége, mind a 10 projekt is elindul, és megvan már nekik ez a kapacitás. És a induló projektek keretében már feltételezhető és kalkulálható, mikor jön el a kiinduló pont az építkezéshez, illetve a termelés bővítéséhez. Ha jól tudom, ilyen 3-6 hónap kell elkészíteni egy gyárat, hogy teljes kapacitással induljon el a gyártás. Erről beszéltem az elején, hogy a Ecofesztivál egész március 30-ig tart, az Expo végéig, és várjuk, hogy a Junicki befejezze a munkát a Sárgyába, hazajöjjön, és akkor megbeszéljük a januári időpontot. A Sárgyai Technoparkba 14 millió dollárt fektettek be, idáig a 230 millió dollár kell a 20 kilométer tesztpályára, aki akár 500 kilométer sebességre. Itt volt kérdés, hogy miért ilyen drága. Azért, mert ide bele kell számítani a területet is, a teljes kapacitás, minden szerkezet, és későbbiekben az sokkal-sokkal olcsóbb lesz, nem lesz ennyire drága. Erre mi keresik ugye a befektetést. A egyik opció az is, hogy kimenjenek a tőzsdére, és ott eladjanak valamennyi részvényt, hogy meglegyen erre is a pénz. Ez szerintem a legutolsó opció, de benne van ez is. Ugye tudjuk, hogy a Junicki már 73 éves, és tudjuk, hogy a következő 2 évben, 3 évben nem csak el akarja indítani, megkapni az engedélyt, hanem kiépíteni is már néhány célprojektet, amit meg tud mutatni a világnak, ahol utaznak már az emberek.
És ami nagyon fontos, hogy a UST kész együttműködni minden olyan országgal, amely a területén érdekel a kurszállítás technológia fejlesztésében. Én tegnap is tárgyaltam egy potenciális projekt itt Horvátországban, úgyhogy ma egy partnerem elment oda közvetlen tárgyalni, hogy meglátjuk, hónap beszélek vele, hogy milyen sikerrel ért. Úgyhogy párhuzamosan ebben is foglalkozunk. Ezt már tudjuk, a új alkatrészeket, ugye ezt mindig fejlesztik, ez mindig fognak majd fejleszteni, mindig ahogy kimutassák ezek a járművek, meg ez az egész technológia, akkor még hozzá lehet majd adni valamilyen részeket, ami még jobban, még modernebb és hatékonyabban működik az egész. A Lesotói Királyság delegáció látogatott el, ugye ez a Lesotho, ez egy kisebb ország Dél-Afrikába, ami olyan átlag 1000 méter magasan vannak, és nagyon érdeklik ez a technológia, mert ilyen hegyekbe laknak. A király is ott volt, letesztelték, megpróbálták, és ilyen delegációt ugye szívesen minden héten várnak. Most kihasználják, hogy az expo van, és akkor aki eljön expóra, és oda elhívják a Sárgyába is. A svájci üzleti képviselői is meglátogatták. Tudjuk, hogy a svájciak is érdeklődők. A Hussein Al-Mahmoudi, ő minden bevezető beszédében mindig megemlíti a Unitsky String technológiát, és ami nekem most tetszett, hogy ezt én tegnap előtt az ő LinkedIn oldalán fényképeztem ki. Üdvözlöm a Kolumbia, Szenegál, Szerbia, Spanyol és Hollandiai partnereket, akik meglátogatták ezt a technológiát, és mindenkit várunk, ugye, mint hogy együtt működjünk, és hívjuk ezeket az országokat is, hogy oda jönnek Sárgyába, és ott nyissanak ki egy kirendeltséget, hogy ez is növekedjen az az üzlet. Ez egy ilyen rossz fordítás. Ennyi a hírekről, a Anatoly Junicki és a Nadezhda, várjuk most decemberbe, a következő egy-két héten belül, hogy egy beszámolót, hogy mi történik most Sárgyába, Dubajba, és milyenek lesznek a tervek. Én azt is nagyon várom, hogy a célprojekteket, amit bemutatnak, az bent legyen a mi webirodánkban, és tudjuk ezt is mutatni, hogy mert ez segít mindenkinek, mint befektetés is, meg a célprojekt eladásra is, hogy meg tudjuk mutatni, hogy hol, mi épül, milyen lesz, és ezt tett ígérték, hogy még az idén, hogy benne lesz, most nem mondtak semmit utolsó napokban, de a januárban is meg lesz, az is jó lesz. A MENA régió, ez a Észak-Afrika és egyik része Ázsia része. Itten rengeteg ország, általában ilyen pénzes országok is, akik ki tudják finanszírozni könnyen, de látjuk, hogy a szegényebb országok is jönnek, mert igazából már 2-3 millió dollár egy kilométerrel is lehet itten építkezni, úgyhogy van. Junicki kidolgozta a technológiát, nagy csapatja van, több mint 600 ember, 36 épületük van,
megvannak az irodaházok, a pláza, ahol a mérnökök vannak, a Minszki gyár, amit nagyon gyorsan ugye ki lehet bővíteni és új gyárat építeni. A Marina Gorkai Ekotechnopark az első bemutató terem, meg tesztelés, ahol megkapták az engedélyt. Ide minden évben hívtak, még lehetett menni. Most sajnos legtöbbnyi ilyen fehér oroszországi, itt van mint egy például egy gimnázium, mert tudjuk, hogy 3-4 különleges helyzet történt a világon, és el lehet menni, de vízum is kell, meg vagy Moszkvából, vagy Isztambulból tudunk Minszbe utazni, európai járatok még nem mennek, most itt vannak ezek a menekültek, szerencsétlenek, pandémia itt van, úgyhogy vannak nehézségek, de remélem, hogy jobb lesz a helyzet egy-két év múlva, és újból el tudunk menni. Van érdeklődés, most is, ha könnyen el lehetne menni, akkor volna egy delegáció, akivel kimennénk Minszbe. A Marina Gorkában ugye, aki volt ott, több mint 15 ezer ember meglátogatta, mindenki szépet és jó technológiát meg tudta látni. Sharjahban 25 hektárnyi területen, ez teljesen más, itt nincs föld, hanem homok, és ebben a homokosban is, ahol sivatag, só a levegőbe, homok a levegőbe, csináltak ilyen hajszárító fejlét, ami lefújja a homokot, mikor összegyűlik ezeken a zsinorokon. Úgyhogy érdekes, hogy egy teljesen egy új technológia, és a Junicki is a csapata rájöttek, hogy hogyan lehet Szibériába is, meg ilyen trópusi helyeken építkezni, és hogy működjön ez a technológia. Igazából a Sharjah azért is indult el, hogy bemutassák, hogy ilyen 50-60 fok melegen, meg ilyen rengeteg homokba, itt is ki lehet építeni, és itt is működhető ez a technológia. Ami egy megdöbbenő dolog, hogy nincsenek sofőrök ezekben a járművekben, az egész technológiát tudnak egy irodából vezetni, és minden célprojekt ezen fog épülni. A másik az, hogy olcsó szállítás, és 3-5 évig visszatérítés, úgyhogy aki finanszírozza ezeket a projekteket, lesz neki nagy érdeke, mert legkésőbb 4-5 év után akkor tiszta profit van. Azt nem szabad elfelejteni, hogy a UST és legalább 25-30%-kal benne van minden projektbe, és jövő projektekben akár 100% saját projektek is lesznek, ami hozzák természetesen a bevételt, és hozzák a osztalékot mindazoknak, akinek meglesznek ezek a részvények. Sharjahban már ki van építve ez az állomás, és így építik a többi városokba is. Lineáris városok, ugye emlegettük, gyönyörű, akár mint családi ház, akár mint nagy panellakás, ilyen magasan, ez mind természetben, ilyen szigeteken is fel lehet építeni, és amit most kérnek az okos városok, hogy természetesen, és nem lesz benzines, dízeles autó, hanem minden elektromosan. És amit a MENA, a Szaúd-Arábiába, amit építenek, ott nem mehetnek még az autósok be, hanem automatizálva lesz mind az egész város. A sharjahi és a dubai seik nagyon támogassák ezeket a projekteket, ezért most már hivatalosan bejelentették az első célprojektet, az a 130 kilométeres
Sárgya és Korfákán. Erről is már beszéltek több konferencián, úgyhogy várjuk a többi projekteket is, hogy alá legyenek írva, bemutassák nekünk, és mi is tudjuk továbbadni ezt az információkat. Ugye ez ilyen teher, unikontos, minden 200 méterre oszlop, 15 méter magas és 35 tonnás konténereket, amit akár egy hajóról közvetlen le lehet szedni, rátenni konténerekre, és egy órán belül az ország másik részére vinni. És képzeljétek el, hogy $1 per egy tonna szállítás. Ha a szuezi, hogy mondják azt, a szuezi, nem öböl, kanális, nálunk így mondják, hogy kanális, 800 ezer dollárt kérnek egy nagy hajónak, egy hajótól, hogy átcsatorna, igen, tudtam, köszi a tőle. Szuezi csatornán 800 ezer dollárt elkérnek egy ilyen utazása. Akkor is olcsóbb, meg gyorsabb, mint körülmenni Afrikán, ugye ott a szomáliaiak, meg minden veszély, és legalább nem tudom, meddig utazik körül, lehet, hogy egy-két hónapig, itten meg egy nap alatt átmennek. Milyen előny lesz, ha ezt megtudják, hogy emírségben van egy ilyen 130 kilométeres, és egy órán belül átviszik a zárót. Úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes és fontos projekt lesz nekünk. A következő projektek, amiről beszélnek, ugye ez a Dubai nemzetközi és a Al Maktoum nemzetközi repülőtér, összekötni a Jebel Ali port az kikötő, és ez is egy projekt, amiről beszélnek, de nem tudjuk még, hogy hogyan áll. A Dubai városja 15 kilométerre várják a befektetőt. Nekem volna pénzem, én biztos, hogy befektetném, kifinanszíroznám, mert tudom, hogy már 3 év múlva jönne vissza a pénz, és ha valakinek van pénze, adjuk össze, és kifinanszírozzuk ezt a projektet. Rengeteg ilyen projekt lesz, és alig várjuk a valódi képeket is, mert ahogy emlékeztek, 2016-ban, 2017-ben sok ilyen kép meg videó készült, és most már néhány év után lehet látni, hogy valódi projektek, és ugyanígy lesz majd Dubaiba is, meg a másik európai városokba. Ugye halljuk, hogy több európai városba is nagyon nagy érdeklődés van, úgyhogy ahogy lehet, majd megbeszéljük és készítsük ezeket a projekteket is. Köszönöm szépen a figyelmet, sok új információ volt ma is, és jövő csütörtökön akkor úgy gondolom, hogy 7 órakor tudjuk tartani, és további szép estét mindenkinek kívánok, köszönöm szépen!